Orczy Lőrinc magyar főispán és költő születésének 300. évfordulója alkalmából megemlékezés és emléktáblaavatás is volt nemrég Tarnaörsön, valamint ünnepi szentmise és koszorúzás az óvodánál. Almádi János polgármester itt arról beszélt, több emléktábla található mára a lerombolt Orczy kastély helyén kinézetében és a kastélyra emlékeztetően épült óvoda falán. Itt van letakarva, nyilván ez nem egy műalkotás, nyilván ez egy emléktábla, egy eseményt fog rögzíteni, viszont én azt gondolom, hogy a három tábla együttese mindenféleképpen alkalmas lesz arra, hogy idegen, aki esetleg nincs tisztában a település, illetve az itteni múlt történéseivel, az is ki tudja következtetni, hogy mi lehetett itt és minek próbálunk emléket állítani. A rendezvényen előadást tartott dr. Hartmann Kakucska Mária irodalomtörténész és beszédet mondott Báriné Gáredi történész is. A szakember szerint Orczy Lőrinc volt az ország talán legközismertebb orczy sarja, aki több szerepben is megmutatkozott, költő, kormánybiztos hadvezér is volt, aki sokat látott és nyomon követte a világ dolgait. Orczy Lőrinc a család egyik kiemelkedő alakja talán. Ő az, aki Orczy István az apa után a legtöbbet gyarapította a birtokot, és talán a legismertebb volt az egész országban, úgy költőként, mint politikusként. Tarnaörsön 1994-ben szerveztek először Orczy emléknapot, azóta a falu is odafigyel a költő emlékezetére, ápolja szellemiségét, és ez jó érzés, vázolta fel Báriné Gáledit. Orczy Lőrincről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen tényleg emlegethetnénk, mint költőt, de emlegethetnénk, mint az észak-magyarországi folyók szabályozásának kormánybiztosát, emlegethetnénk, mint egészségügyi kormánybiztos, de beszélhetnénk róla úgy is, mint hadvezérről, aki ugye egyrészt részt vett az osztrák örökösödési háborúban, utána a 7 éves háborúban, ahol hadik mellett ott volt Berlin megsarcolásánál, tehát egy végtelenül sokoldalú ember volt. Most levetítették a 6-os számú Kórterem című filmet is, amelyet a faluban lerombolt eredeti Orczy kastélyban forgattak, valamint fotókiállítást nyitottak a megújuló Szent Anna kápolnáról.